Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az evangélikus iskolák kutató és alkotó tanárainak második konferencián megjelent kedves vendégeinket, az előadókat, a házigazdákat, megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel dr. Fabinyi Tamást, az Északi Egyházkerület püspökét, Érfalvi Líviát, aki a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgató helyettese, és egyben a kutatótanárok konferenciájának kitalálója, ötletgazdája. Gadóné Kézdi Editet, a Deák téri Evangélikus Gimnázium igazgatónőjét. És előadóinkat, akik közül két előadó már az elnöki asztalnál foglalt helyet, dr. Csepregi András és dr. Gót Emil. Felkérem dr. Fabinyi Tamás püspök urat, nyissa meg a konferenciát. Talán nem helytelen, hogyha egy püspök Bibliát idéz, bár azt hiszem, hogy az sem helytelen, hogyha egy tanár, egy matematika tanár, vagy filozófia tanár, vagy földrajz tanár, ének tanár Bibliát idéz, egyházi iskolában pláne. Nos, egy olyan igét választottam a Károli fordítás alapján, mert ott jobban kijön ez a játék, amire utalni szeretnék, amely talán viszonylag ritkán idézett, de ezt láthatjuk fönt, a Péter apostol második levelének első része 5. versében, ezt írja a szerző, a hitetek mellé ragasszatok tudományt. Hát ezt a ragasztást szeretnénk a mai napon elvégezni, mert a hit mellé a tudomány igenis odaragasztható, és talán meg is fordíthatjuk mindezt, a tudományhoz ragasszatok hitet. Egy olyan előadás, és gondolom, hogy idén is lesznek olyan előadások, amelyek a hit és a tudomány viszonyával foglalkoznak, és a jó lelkiismeretet szeretnék az embernek megadni, hogy ne érezze egy hívő ember azt, hogy ő tudomány, horribile dictu, természettudomány ellenes kell, hogy legyen, és megfordítva, egy tudománnyal foglalkozó ember, akár diák, akár kutató, akár tanár, pedig ne érezze azt, hogy az ő tudományos munkássága kizárná a hitéletet. Természetes, hogy egyházi iskolákban ennek a harmóniájára törekszünk, ebben egyébként az iskola lelkészek azt hiszem, hogy kulcs szerepet töltenek be, és örülök annak, hogy iskoláinkból több iskola lelkész jelen van, és biztatom is őket arra, hogy ezt a ragasztást, a kettőnek az összeragasztási folyamatát végezzék el és szorgalmazzák. Tehát hitetek mellé ragasszatok tudományt. Néhány olyan modell szeretnék fölvillantani, amely a történelemből, eszmetörténetből, szellemtörténetből ismert, és ezek azt hiszem, hogy többé-kevésbé ismert mondatok lesznek, de így egymás mellé helyezve talán érezzük ezeknek a feszültségét, dinamikáját, mindegyik mondatnak a sajátosságát. Tertullianusnak tulajdonítják ezt a mondatot, hogy credo quia absurdum, hiszem, mert abszurdum, hiszem, mert képtelenség. A csakis biztos tippet megjátszani merő hit számára ez valóban egy meghökkentő mondat. Azok számára, akik a hitet valamiféle bizonyosságnak akarják, és kézzelfogható empirikus valóságnak akarják megfogni, ez zavaró tényező lehet, de mi igenis vállaljuk, hogy a hit az képtelenség. Mindez természetesen a hitnek a területét jelöli ki, amit a zsidókhoz írt levél szerzője úgy fogalmaz a 11. részében a könyvének, a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Jézus példázatait különösen is szeretem, és az ő példázataiban nagyon sokszor találkozunk abszurd, extravagáns vonásokkal. A szálka és a gerenda példázatára utalok, hogyha ezt megpróbáljuk vizualizálni és magunk előtt megjeleníteni maga képességében, hogy az egyik ember szemében ott a szálka, a másikéből viszont egy nagy dorong, egy nagy gerenda lóg ki, hát az meglehetősen egy abszurd kép, és Jézus szándékosan, tudatosan használja ezt az abszurd képet. Vagy azt mondja, hogy a só megízetlenül, akkor mire való? A sótlan só, abszurditás. Vagy a farizeusoknak ezt mondja Jézus, hogy a szúnyogot kiszűritek, de a tevét lenyelitek. Hát képzeljük el ezt a képet, hogy valaki úgy jó ízűen, vagy éppen nyögve nyelve, de úgy lenyel egy tevét. Hát meglehetősen abszurd ez a kép, és Jézus szándékosan
akarja a maga rendszerének illusztrálására használni ezt a képet, hogy ennyire abszurd sokszor az embereknek a magatartása. De az Isten országával kapcsolatban is használja az abszurditás képét, amikor az egyik példázatában egy asszony 3 mérce lisztet kever bele a tésztába, és az dagasztja meg, akkor az írásmagyarázók felhívják arra a figyelmet, hogy ez a 3 mérce liszt, ez nem egy családnak való étel, ezzel egy hadsereget jól lehet lakatni, és igazából arra akar utalni ezzel az abszurd mérettel, ezzel a túlzó, extravagáns mérettel Jézus, hogy Isten országa ennyire bővölködő, ennyire mindenkit magába foglaló, ennyire sokat jelentő. Vagy egy másik kép a maga abszurditásában, a tékozló fiú példázatának a végén, amikor hazavándorol a fiú, és a apja azt mondja, hogy vágjátok le neki a hízott borjút. Hát aki éhesen hazajön, és éppen csak a nyomorúságból hazatalál, az talán egy életmentő tyukocskát elég lenne, ha kapna, hogy a papa levág neki egy tyukocskát, és megeteti egy finom levessel. Itt viszont azt mondja, hogy vágjuk le a hízott borjút, rögtön mindent, extravagáns, abszurd módon, mert Isten országa bővölkedését akarja ez a példázat kifejezni. Hiszen, mert abszurdum, Tertullianus. Augustinusnak tulajdonítják a következő mondatot, credo ut intelligam, hiszek, hogy értsek. Igen, a bizonyítást megelőzi a hit. Ezt nevezzük tudományos hipotézisnek. Vagy mivel művész alkotó tanárok is vannak, és nagyon örülök, hogy a címben is ezt használtuk, hogy kutató és alkotó tanárok, azt hiszem, hogy a teremtő fantáziáról is kell beszélni. Hiszek, hogy megértsek, és ezért ennek a hipotézisnek, teremtő fantáziának szerepe van. A hitnek a másik szava a latinban a fiducia, ez a bizalom, a megértéshez vezethet el bennünket ez a bizalom, hogy aki szól hozzánk, abban én bízom, és ez a bizalom hidat ver közte és én közöttem, az ő gondolata és az én gondolatom között, és már is kapcsolatba lépünk. Abélardnak tulajdonítják ezt a harmadik mondatot, intellego ut credam. Tehát látszólag megfordítja az augustinusi fogalmat, megértem, hogy higgyem. Igen, Abélard a kritikus gondolkodás képviselői, látszólag tehát felcseréli a sorrendet, valójában én azt gondolom a hangsúlyt helyezi másra, megjelenik őnála az ismeret eleme. Ez a mondat számomra cáfolja azt a vélekedést, hogy kis tudás nagy hit, és nagy tudás kis hit. A kettő nem így viszonyul egymáshoz. Sokat idézzük Newtonnak, Isaac Newtonnak a mondását, az első korty a tudomány poharából ateistává tesz, de a pohár alján ott van az Isten. Jó lenne ezt a mondatot diákok szívére helyezni újra és újra. Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz, a pohár alján azonban ott van az Isten. És végül ebben az összeállításban a zsidókhoz írt levél már idézett fejezetéből, a 11. részből, hogy a latin szerkezet megmaradjon, latinul idézem, fidei intelligimus, vagyis hit által értjük meg, írja a szerző. És ez számomra visszavezet, vagy engem visszavezet, és azt hiszem, hogy mindannyiunkat ehhez a kezdő mondatunkhoz, mottónkhoz, hogy hitetekhez ragasszatok tudást, de megfordítva is érvényes, a tudáshoz ragasszatok hitet. Ez a mostani konferenciának is a célja, és ez volt a múltkori konferenciának is a célja. Most még nem kerülhet sor könyvbemutatóra, mert még nyomdában van a könyv, de azt tervezzük, hogy a június végi, július elejé aszódi országos pedagógus konferencián lesz ennek a könyvnek a hivatalos bemutatója, de már kis kóstolóként hadd mutassam be a címlapot. Alcíme az lesz Evangélikus iskolák kutató tanárainak első konferenciája, és a főcíme pedig ez, a tudomány vonzásában. Egy olyan képet választottak a szerkesztők, és a sorozat szerkesztő nevét szeretném ismételten megemlíteni, dr. Érfalvi Lívia, egy olyan képet választottak, amely a tavalyi helyszínünkhöz is kapcsolódik, ez pedig a Fasori Gimnáziumnak a felújított, nagyon szép napórája. Mindannyian tudjuk, hogy amikor a Deák téri iskola szűknek bizonyult már, erről ma még szó is lesz az emléktábla kapcsán, akkor 1903 és 5 között egy új épületet emeltek a város egy kicsi távolabbi pontján, Petsz Samu tervei alapján, neogót stílusban, és az intézmény napórája is elkészült nagyon hamar. Ez egy udvarra néző, a délkeleti homlokzaton, a tanári szoba erkélye alatt, az akkori tanári és a mostani tanári szoba
erkélye alatt, az akkori igazgatói lakás falán látható, 4 méter magasban. Erre a kiugró 5x2,5 méteres falrészre készített freskót Kölber Dezső festőművész 1906-ban. A freskón az aténi iskola tanulói láthatók, amint egy görög bölcs tanítását hallják. Éppen csillagászati előadás folyik, és emlékezhetünk, hogy tavaly is volt, és azt hiszem idén is lesz csillagászati előadás, ez mindenképpen stílusos, és nagyon fontos, hogy ez az aténi hagyomány, az aténi görög bölcseknek a hagyománya, az nem idegen a Biblia hagyományától. Nem állítható a kettő egymással szemben. Persze, hogy az atén bölcsek nem Jézus Krisztusról prédikáltak, de mi úgy tudunk Jézus Krisztusról prédikálni, és úgy tudunk keresztény szellemiségben tanítani és nevelni, hogy megbecsüljük ennek az antikvitásnak az örökségét is. Nem akarunk rossz lelkiismerettel elzárkózni attól, ellenkezőleg azt mondjuk, hogy mindaz a tudomány, művészet, mindaz a szép és jó és nemes, amit az antikvitásban felszínre hoztak, az a kereszténységtől sem lehet idegen. A napóra tervező egyébként Mikola Sándor fizika tanár volt. 52 után az iskola széthordása és más funkciója után ezt a napórát lerombolták, de az iskola újranyitása után nem sokkal felépítették, vagy megépítették újra. Befejezésül szeretném ennek a kötetnek a tartalmát, ha nem is a teljes részletességében ismertetni, talán az most fárasztó és időtrabló lenne, hogy minden egyes tanulmányra felhívnám a figyelmet, inkább csak a csomópontokat említem. Az irodalom és nyelvtudomány az első kategória, amelyben egyebek mellett orosz irodalom elmélettel, az utópiával, az itáliai irodalomban, Dajka Gáborral vagy Kosztolányival foglalkozunk, történet és vallástudomány, ahol annyira széles körű témákat érintünk, mint a nemzetiségi kérdés, Szabó Dezső és Trianon, vagy éppen Bibó István és a zsidó kérdés, művészet és pedagógia kategória, ahol Wagner Parsifaljától kezdve az evangélikus korálokig menően az Életre valók című filmre utaló sajátos nevelési igényű emberek és alkotásaikat bemutató előadás szövege olvasható, és végül a természettudomány és filozófia kategóriában Descartes-ről, természetföldrajzról, és nem utolsó sorban megérkezett az akkori előadónk, természettudományi és itt kapcsolata, hogy felhívjuk a figyelmet erre az előadásra és a fontos témára. Ismétlem, hogy jó lelki ismerettel tudjuk mind a kettőt vállalni, a természettudományos elköteleződést és a hit életet, mindenfajta kizárólagosságtól, fundamentalizmustól mentesen a kettő hídját, a kettő közti hídverés képviseljük. Melanchthonra utalok végül, aki azt mondta, amikor őt meghívta Reuchlin, a nagybátyja az akkor alapított Wittenbergi Egyetemre retorikát tanítani, hogy egyik kezünkben ott van Cicero, a másik kezünkben ott van Szent Pál. A kettő megfér együtt. És Luther utolsó sorai, amelyeket ő papírra vetett, és amelyek a mostani Luther válogatott művei című sorozat 7. kötetében is olvashatók, amelyet a Luther Emlékbizottság jelentett meg újra és újra kötetenként. Nos, ezzel zárom, hogy Luther utolsó papírra vetett sorai hogyan szólnak, azt hiszem, hogy jól összefoglalják azt, amivel mi is foglalkozni szeretnénk. Vergilius bukolikáját és Georgikáját senki sem értheti meg, ha csak nem volt 5 évig pásztor vagy földműves. Cicero leveleit sem értheti meg senki, ha csak nem forgolódott 40 évig jeles államügyekben. Senki ne gondolja, hogy eléggé megízlelte a Szentírást, ha csak nem kormányozta a gyülekezeteket 100 éven át a prófétákkal. Ne próbálkozz az isteni éneisszel, inkább áhítattal lépj a nyomába. Koldusok vagyunk, ez az igazság. Koldusok vagyunk, és hiszem, hogy mégis nagyon gazdagok vagyunk. A mai előadás sorozat is erről fog bennünket, már látatlanban mondom, meggyőzni, hogy nagyon gazdagok vagyunk, egyházi evangélikus iskoláink olyan szellemi potenciállal rendelkeznek a tanárok részéről, oktatók részéről, kutatók részéről, de ugyanígy a diákok részéről is, és ez mindenképpen biztató, hogy érdemes ilyen konferenciákat szervezni. Azzal kezdtem, hogy hitetek mellé ragasztatok tudást, és most azzal zárom, hogy a teljes bibliai idézet, mert egy fél mondatot én akkor kihagytam, így szól, a hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Evangélikusként a
hitre tesszük a hangsúlyt, de ez nem azt jelenti, hogy mi a jó cselekedeteket kizárnánk. Legyetek jók, ha tudtok, Néri Szent Fülöp életéről szóló filmet ismerjük, azt hiszem, idézni szoktuk, remélem, diákjainknak is, a gyermekeknek is. Én most hadd mondjam ebben az összefüggésben a kedves tanároknak, a kedves kollégáknak, egyrészt, hogy hitetek mellé ragasszatok tudományt, másrészt legyetek jók, ha tudtok. Köszönöm a figyelmet.